Az állatvédők, így a Rex Kutya Otthon Alapítvány is az állati jólét tekintetében alapvetőnek és alapvető etalonnak tekinti az angol száz országokban is elfogadott úgynevezett öt szabadság fogalmát, amely úgynevezett mentességeket jelent különböző fizikális és mentális problémáktól. Ezek közül az első mentesség a szomjúságtól, éhségtől és hiányos táplálkozástól való mentesség. Ez alatt azt értjük, hogy az állatfajnak, az adott állatfajnak a fajra jellemző táplálékot kell biztosítani, amely a legkülönbözőbb tápanyagok tekintetében kielégíti annak az adott állatfajnak az éppen adott életkorra jellemző igényeit, tehát fiatal állatnak. Fiatal kutyák, macskák és egyéb állatok számára szánt elességet kell biztosítani, nyulak számára nyúlelességet és a többi. És természetesen a friss ivóvíz állandó jelenléte nagyon fontos, hiszen sok esetben ez az alapvető állatjóléti igény sem elégítődik ki, hogyha például végigmegyünk egy falusi portákat bemutató filmfelvételen, számos esetben látjuk az olajos hordóhoz kiláncolt kutyákat étlen szomjan. A második mentesség a kényelmetlen érzésség érzésétől való mentesség. Bizony, az előbb említett példa, mármint hogy az olajos hordóhoz kiláncolt kutya példája bizonyítja azt, hogy az állatokat a környezet, időjárás viszontagságaitól meg kell védeni, a téli nagy hidegtől, a nyári nagy melegtől, és mindenképpen valamilyen izolált helyet és kényelmes fekhelyet kell biztosítanunk számára. A fájdalomtól, sérüléstől, illetve megbetegedéstől mentes élet a harmadik mentesség. Nagyon fontos az, hogy az állatok ne sérülhessenek meg. Például, hogyha már kötötten tartják őket, vagy egy adott zárt térben tartják őket, akkor ne okozhassanak saját maguknak sérülést öntrauma révén. És nagyon fontos az is, hogy a különböző rájuk leselkedő egyéb veszélyektől, például ragadozóktól ugyancsak távol tartsuk ezeket az állatokat. A természetes viselkedés gyakorlására is legyen lehetőségük, hiszen hogyha jelen vannak a fajtársak, hogyha egy adott állat, amelyik amúgy csapatosan vagy csoportban él, csoportosan él, az hadd éljen kolóniában. Egy papagáj például, amelyik hatalmas, több százas, akár több ezres kolóniákban él Ausztráliában, azt ne zárjunk be egy parányi kis kalitkába egyedül. És végül a félelemtől, stressztől mentes élet, hiszen olyan körülményeket kell biztosítanunk az állatnak, amelyik a mentális szenvedését megakadályozza. Biztosíthatunk egy kutya számára pompás otthoni fekhelyet, lehet előtte folyamatosan ennivaló, innivaló, kiszolgálhatjuk a kényelmét minden tekintetben. De hogyha nem kapja meg az emberi szeretetet, hogyha nem kapja meg azt a törődést, azt az ápolást, azt a gondozást, és az állat folyamatosan fél attól, hogy a gazdi elmegy, és folyamatosan ennek a hiányát érzi, stresszeli magát, bizony az az állat nem lesz boldog. Kicsit olyan ez, mint az elektromos műveknek volt egy reklámja, amelyik arról szólt, hogy ha áram van, minden van. Egy picit így van az állatok szeretetével is, hogyha szeretet van, minden van, hiszen aki szereti az állatokat, az gondoskodik róluk, és megismeri igényeiket, és megpróbálja teljes mértékben kielégíteni azokat.